Néhány kattintás és Bátaszék főterén és a város további 10 pontján telepített jeladó segítségével bárki díjmentesen internetezhet. A lehetőséget a kiépítésre egy Európai Uniós pályázat teremtette meg a város számára, és a Tarr Kft. Telepítette fel a rendszert. Tarr János azt mondta, Bátaszék a megye első 5 települése között van, akik ilyen rendszert nyertek el és szerelhettek föl. Itt Bátaszéken 5-ként készült el a Wi-Fi for EU Wi-Fi lefedő városközpontot, és a perifériás területeket is lefedő Wi-Fi hálózat. Ezt az EU előírásai szerint építettük meg. A maga mindenben az EU mondja meg, hogy kell, hogy működjön, hányan lehetnek fönn egyszerre, illetve azt is rögzíti, hogy kik vannak fönn egyszerre, tehát ő távfelügyeletbe tudja is vizsgálni. Nekünk is egy újdonság volt ez az egész pályázati rendszer, mivel az önkormányzat nyerte el ezt a pályázatot, de viszont az EU-val mi közvetlen szerződünk, és mi közvetlen számolunk el a számlánk alapján. Ez egy kambiumos eszközzel megépített rendszer, felhő alapú, minden egyes access point, vagy minden egyes ilyen sugárzó pont, az gyakorlatilag egy 30 megás internet mögé van telepítve, egy 30 megás internet a háttérkiszolgálója, ez bármikor emelhető egyébként, jelenleg ez a minimum. Egyszerre ezekkel az eszközökre gyakorlati tapasztalatból tudjuk, körülbelül 200 ember, 200 felhasználó tud egyszerre följelentkezni, tehát hogyha azt vesszük, hogy 11 ponton telepítettünk, lehet, akár elég extrém is lehet ez a felhasználói szám, tehát hogyha van egy piactéren például városi nagy rendezvény, akkor a tisztelt polgárok tudják használni ezt a Wi-Fi szolgáltatást. Ezzel a felcsatlakozással 1 órán keresztül működik a rendszer, ezt követően újra fel kell jelentkezni. Pontosan azért, hogy ne otthoni célra, illetve ne közösségi célra épített Wi-Fit, ne otthoni célokra használjanak föl, ezért egy úgynevezett 1 órás korlát van beépítve, ami azt jelenti, hogy egy darab eszköz, aki 1 órán keresztül, ami 1 órán keresztül van fönn a rendszeren, azt automatikusan ledobja a rendszer, de 1 óra után ezt újra föl lehet jelentkezni, tehát utána újraindul az 1 óra gyakorlatilag, tehát egy ilyen korlát van beleépítve. Egy európai városban elengedhetetlen, hogy ilyen lehetőség álljon a rendelkezésre, mondta Bozsadik Robert polgármester. Most egy olyan szolgáltatással tudtuk bővíteni bátaszékiek életkörülményeit, ami a mai világban már elengedhetetlen, nevezetesen az, hogy az internetszolgáltatást bizonyos település részeken már ingyen tudják a bátaszékiek a közterületeken, illetve közintézményekben igénybe venni. Kettős célja volt ennek az elképzelésnek. Egyrészt, hogy ezzel a lehetőséggel egy új szolgáltatást tudjunk a városon belül nyújtani, másrészt, hogy akik a szolgáltatást igénybe veszik, minél több információval tudjanak rendelkezni adott esetben településünkről, vagy információt tudjanak beszerezni a mindennapi életükhöz. Ezért 11 helyszínen valósul meg Bátaszéken, vagy valósult, meg már múlt időben beszélhetünk, hiszen jelen pillanatban is már működik a rendszer. Ez a free wifi internetszolgáltatás 5 közterületen, Babics játszó téren például, vagy a központi buszváró közvetlen területében, de az orvosi rendelőkben és a közművelési intézményekben is hozzá lehet majd férni. Hát kívánok a bátaszékieknek kellemes barangolás az internet világába. Nagyon fontos városmarketing szempontból ez a fejlesztés, tette hozzá a várospolgármestere. Nem véletlenül kerültek be azok a közintézmények ebbe a körbe, amelyek közművelődés, sport terén ugye eleve otthont adnak különböző rendezvényekre, hiszen ott akkor azonnal meg lehet osztani azokat az élményeket, amelyekben részesülnek a résztvevők, és természetesen a rendezvényterünk is teljes egészében ennek a szolgáltatásnak a részévé válik, hiszen a városnapja rendezvényt, a Pünközsérétes Fesztivált, vagy éppenséggel a bornapokat ugye a város központi piac terén szoktuk megrendezni, így ezek a rendezvényeken lehetőség nyílik azonnal az élmények közszírét ételére. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már szinte elengedhetetlen.